rövid, közép és hosszú távú megoldást kell találni. A rövid távú megoldás az az, hogy polgári engedetlenség, fizikai védelem, stb. Amilyen eszköz kinek mi áll a lehetőségére árán meg kell védeni az sokkal erősebb helyzetben lévő intézmények, bankok és stb. Szemben az állampolgárokat. Ez a rövid távú megoldás. A középtávú megoldás az, hogy a devizahitelezés és az egyéb úgynevezett banki termékek, tehát rablás felelősei meg legyenek találva. A PSZÁV-tól, a korábbi kormánytalokig mindenki pontos felelősség terhel egyébként, akik ezt engedélyezték. És a hosszú távú megoldás, amit keresünk, az pedig az, hogy soha többet ne fordulhasson elő, hogy ilyet Magyarországon meg lehet csinálni. Ez viszont lehet, hogy nagyon távolinak tűnik, de igenis alkotmányba kell rögzíteni, ahogy korábban megegyeztünk, mindenki ebben megegyezik, alkotmányba kell rögzíteni ezeket a garanciákat, amik megakadályoznak, hogy ez még egyszer előforduljon. Minden szervezetben, amik jelen van, különböző irányba tud tenni ezért. Egy politikai párt, ami mi vagyunk, mi azt tudjuk csinálni, hogy ha publicitást kapunk, ha nagyobb szerepet kapunk, akkor felerősítjük azoknak a hangját, akik a rövid távú megoldással foglalkoznak, tehát védik magukat és egymást, és képviseljük azokat a megoldásokat, amik végül hosszú távú megmutató rendezéshez vezethetnének. Tehát nekünk egy megoldás. Nem hallottam így nagyjából mindenkit, meg úgy ismerem általában az egészet. Egyet nem hallottam meg, hogy melyik párt vagy szervezet gondolkodott azon, hogy az első legfontosabb, amit a hatalomnak erről, az hagyján, hogy az alkotmány, hogy Magyarország becsületét visszaszerezni. Ugyanis ha Magyarország becsületét visszaszerzünk, akkor ugye jönnek befektetők, lesz munkahely, a maga munkahely, van vásárlóerő, tehát akkor tudnak dolgozni, úgy fejlődik a gazdaság. A másik dolog, nagyon elnéznek benneteket, nagyon naivak vagytok, úgynevezett választásokkal. Voltunk lent Baján, emlékeztek rá? Bebizonyítottuk, például az, amit mondtak, hogy hamisítvány. Azt eredetiben néztük, az rejtett kamerával készül, az Indexnek a videósát készítette. Emlékszem, Pisti, ott néztük eredetiben az autóval. De kiderült két héten belül, hogy hamisítvány. Amit ezzel a fényképezőképpel készítettem, polgármester, autókáros, sofőrkéről. Szerintem titkárnője volt, aki szintén részt vett a választási csalásban. Bizonyítottam, fényképpen a Lungodrom vezetőjének fölvettem videóra, amit beszélt pontosan az egyik fideszessel. Hát új tudomásom szerint több mint 150 milliót elköltöttek arra a helyi választásra. 10 óráig lehetett regisztrálni a mozgó urnának, tehát hogy hova viszik ki az urnát. 18 fő regisztrált. 7 órában bontották az urnát, de már fél évkor a polgármester mondta, hogy intézmutott, ugyanannyival nyertünk, mint múltkor. Tényleg ott már több lekevesebb megkaptak, és 67 szavazat jött a mozgóknál. És akkor most képzeljétek el, hogy az országos választások, hogyha ott több mint 150 milliót eltöltött, nem beszélve róla, hogy Miskolcról hozott fiatal fideszeseket, napi 16 ezer forintért vadonatúj Volkswageneket bérel, hogy fényképezzék meg, vegyék fel azt, aki segít az ellenzék. Akkor mi lesz, ha hiába jönnek ide a nemzetközi akármilyen megfigyelő? Ott is 6 óra és fél év között követték el ugyanúgy a választási csalást. És a másik az, hogy két hete kedden jelentették be, hogy 114 ezer már regisztráltak a választásokra. Ugyanis én azt tartom, hogy választani csak magyar választó. A magyarok alatt azt értem, teljesen mindegy, hogy milyen nemzetisége, származása, pártállása, nézete, aki Magyarországon belül életében egyszerre él, és itt fizet adót. Tehát itt él Magyarországon. Nem Romániában, nem Vajdaságban, nem Kanadában, Diszidát, nem tudom én. Annak ne legyen joga beleszólni abba, hogy én, nekem milyen legyen a jövő. Tehát naivitás azt képzelni, és gondolkodtatok már azon, hogy lezajlik a választás. Mi lesz után? Én azt gondolom, hogy... Bocsánat, neki szólt. Négy Kának is, Laciéknak is, meg az összes többinek.
Ennyi volt beszélni? Nagyjából. Lenne még több is. Erre a kérdésre is majd jó, csak tartjuk a sorrendet. Igen. Arra szeretném megkérni a két levezető elnök asszonyt, hogy álljanak a helyzet magaslatára. Ti vagytok az erősebben, azért vagyunk itt, hogy bizonyos kérdésekről tárgyaljunk, ne térjünk el össze. Tehát amit elmondott a Györgyi, a végrehajtói hatalmat is átkerült, tipikus példája. Kettő, ami elhangzott. A lakhatás mellé a tisztességes bért is be kéne bennem az alkotmányban, mert ugye itt bérreform csak a politikusoknak volt, és 1.200.000 forintért aggódnak itt a 105.000 forintos minimálbérért. Tehát elég visszataszító, és itt a megoldás, ha Lajtától kicsit keletre már, nincsenek ilyen gondok, mert ott nem irreálbérek vannak, hanem normális reálbérek, mert ez a társadalom 40 éve megszorítások állapotában van, és 4 millió szegényünk van, ne felejtsük el. Tehát a tisztességes bért is be kell oda menni ebbe az alkotmányba. Köszönöm szépen. Igen, mindjárt adom az utcának a szót. Arra szeretnénk mindenkit kérni, hogy próbáljunk meg ezekre a kérdésekre koncentrálni. Most ugye a lakhatásról volt szó, mert nagyon-nagyon sok mindent kellene újra csinálni ahhoz, hogy ez az ország jól működjön, de ezt most itt valószínűleg nem fogjuk tudni megoldani sajnos. Úgyhogy az volt a fő és az első fő problémánk, vagy kérdés, amit meg kellene oldani, hogy hogy tudnánk egy egységes ellenzékbe tömörülni, és ezt ti tudjátok, akik pártokban gondolkoztak, illetve pártokhoz tartoztok, vagy pártalók vagytok, nem tudom ezt pontosan hogy kell mondani, hogy mi az, amit ti be tudtok vállalni, hogy közösen tudjatok képviselni minket, és közösen tudjátok megoldani ezeket a problémákat, ha sikerül bejutni a parlamentbe. Jó, tehát akkor ezt figyelembe vételével adjuk szót. Én nekem egy rövid kérdésem van, és teszek is hozzá egy megjegyzést. A rövid távú megoldás ugye az engedetlenség, az állampolgári engedetlenség. Hát könyörgöm. Akárhányszor meghirdetünk valamit, ott vagyunk 50-en. Igen. A 4K-nak két évvel ezelőtt volt egy nagy rendezvény az Andrássy úton január 2-án, ugye? Vagy ott voltatok ki? Mi is részben, mi is szervezünk. Miért nem szervezünk még egy ugyanolyan? Tudtok embert mozgatni, tudtok technikát mozgatni. Mi nem tudunk, mi csak magunkat tudjuk mozgatni, de 50 ember. Ez az 50 ember már ott tart, hogy el akarják vinni a házát, felének már elvitték az autóját, annyi büntetést basztak már nyakunkban magyarul, hogy nem tudjuk kifizetni, és közben órákat töltünk a rendőrségen bilincsbe verve. Akkor mi ez a rövid távú megoldás, az állampolgári engedetlenség? Hát csak nekünk 50-150 embernek van problémánk ebben az országban? Én ott látom a hibát, hogy nem tudunk összefogni. Tehát mindenképpen össze kell fognunk minden pártnak, amelyik párt meg nem vállalja fel azt, hogy megjelenik az utcán a saját támogatóival együtt, az menjen a francba. A Jobbik oda jön. Én nagyon tisztelem az Ékárpáti Danit, mert tényleg ő rajta keresztül ismerte meg a média a mi ellenállási formációinkat. De érdekből, mert mikor jön oda a Dani, mikor már vége van, mikor már lecsengett, mikor már valaki bilincsben van, vagy kirakták az embert a lakásból, vagy éppen meg sikerült megvédeni, és akkor lefestik magukat, hogy ott voltak. Na, itt vannak a problémák. Tehát a civil összefogás még mindig valahol nagyon gyerekcipőbe jár. Ezért kellett gondolni, hogy ez a Moszkva téren fél évvel ezelőtt nem tudom. Nincs az fél évben, a szeptemberben volt valamikor, amikor a Cinege utcáról levonultunk, és utána ott 3 hétig egy ugramba nyomtak a sót. Ennyire fejeztetek? Igen, csak erre, ha találunk megoldást, az érdekes. Ez jó, ez nagyon jó. Pókkal a cég után Claudia. Na mindjárt lemegyek. Oké, tehát abszolút egyetértek 4K-val, rövid, hossz, közép és hosszú táv. Tehát a rövid távnál az engedetlenség, ez a odaállunk és nem engedjük, hogy elvigyék. Erre az összefogás párt most már kész lesz hamarosan, ennek az informatikai háttere is, tehát országossá szeretnénk tenni ezt a dolgot.
úgy, ahogy eddig csináltuk. Összekapaszkodunk, megszervezzük, de ehhez egyrészt kellene az, hogy más pártok is, illetve akinek országos hálózata van, nektek, nekünk is, az ott lévő jelölteket, képviselőket, aktivistákat mozgatni erre a dologra. Ugye legutóbb 6-an védtünk meg egy lakást, tehát nem kell ide feltétlen sok ember. Ugye nyilván jobb, ha 150-en vagyunk, mert akkor már ki se jönnek, és akár rendőrségi vezetők fejei is hullanak pont ezért. De amikor már a 4.-5. rendőrkapitányt váltják le, mert nem mer kijönni, és a végrehajtó nem mer oda jönni, akkor ők fognak sírva könyörögni, hogy a végrehajtókra vonatkozó törvényeket változtassuk meg, és hogy a rendőrségnek ne kelljen odaállni. De ahhoz nekünk össze kell fognunk, és tettekkel kell bizonyítani, nem csak szavakkal. Ugye ilyenkor választások közelettével rengetegen előadják, hogy hát ők aztán a devizahitelesek mellett állnak, meg a föld mellett, meg minden mellett ott állnak, na de mozduljunk meg együtt. Tehát amit mondasz, hogy és akkor biztosítjátok a publicitást, én azt gondolom, ma ez kevés. Szívesen látunk benneteket a következő akción fölött, amikor megyünk az autóért csütörtökön, tehát mi is ott leszünk jó néhányan, akár ott is szívesen. Egyébként amiket eddig elmondtatok, látok lehetőséget, hogy megtaláljuk a közös hangokat, mert van bőven, és ezzel fogjuk tudni elzavarni azokat, akik nem odavalók. Köszönöm. Köszönöm a szót. Több helyről hallottam ezt a polgári engedetlenséget, amivel ugye fel kell állni jelen pillanatban. Ezzel nekem egyetlen egy problémám van, én többszörösen visszaeső polgári engedetlenkedő vagyok, úgyhogy tapasztalatból mondok kilapoltatásokról, ilyesmikről, hogy nem áll mögöttünk túlzottan senki, minimális az az ember. Amennyiben engem elkapnak, helyből 80 000, 160 000 büntetések, amit nem tudok befizetni, esélyem nincsen. Szóval megkérem szépen a pártokat, hogy valamit, hogyha már ugyanazokért a célokért harcolunk, ugyan civil emberként, soha büdös életemben nem lesz saját ügyvédem, de nektek lesznek igen olyan személyek, akik esetleg minket segíthetnének, mert nem frankó, hogy több millió emberből kimegyünk tényleg néha 6-an, néha 50-en, és utána fizetünk. Nem tudunk már fizetni, és ezért nem is fogok tudni kimenni, megvédeni annyi embert, amennyit kellene. Szóval egy segítséget szeretnénk kérni, ami valódi segítség, és az nem kell a pénz, hanem az ügyvéd, aki esetleg utána kihúz engem a szarból, ami miatt keveredek azért, mert harcolok ezzel a rendszer, tehát harcolok a rendszer ellen. Ennyit szerettem volna kérni, hogy a pártok ezt is gondolják át, támogassák a civileket, és igenis nem most választások előtt üljünk össze, hanem utána is. Menet közben is lehetnek változtatások, lehetnek új ötletek, lehetnek civil olyan ötletek, amik igenis lehet, hogy most még nincsen benne a programotokban, de utána belekehetitek, mert valamit láttok benne. Ennyit szerettem volna. Köszönöm a szót. Bocsánat, nem az Erdélyben, az Istvánban. Mindegy.